Felvételeink 2012. szeptemberében készültek, amikor a Kalocsai Népi Együttes fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte. Az évek elteltével most elérkezett a kerek szám is, így idén már megalakulásuk 50. évfordulóját ünnepelhetik. Mint 5 évvel ezelőtt, most is több ünnepi programmal készül az együttes. Egyesületünkben vannak még olyan tagok, akik most is aktívak, és 50 évvel ezelőtt ott voltak az alakulásnál. Nálunk táncol még az araszházas pár, ők mind a ketten ott voltak az alapítók között, illetve a Tóth József is, és hát az egész rendezvény sorozat, a Kincses Láda sorozattal kezdődne. Április 6-án lesz egy Kincses Láda előadás, ahol két házas pár, az arasz házas pár, akik alapítók, és a Tóth házas pár, hiszen a Tóth Józsinak a felesége is már közel 30 éve táncol. De ezek mellett a zenészekről szóló Kincses Láda előadásra is készülnek, melyben a muzsikusok múltját, illetve jelenét is megismerhetjük. Továbbá az eddig összegyűjtött emlékekből egy nagyszabású kiállítást is terveznek. Azokból az emlékekből, amelyek az 50 év alatt a táncosoknál, érdeklődőknél még fellelhetők. Itt nem csak fotókra gondolok, meg népviseletre, hanem plakátokra, meg minden egyéb kitűzőre. Ám mindezek mellett az idén megrendezésre kerülő folklórfesztiválra is készülnek, melyen egy különleges hagyományt hívnának újra életre. Valamikor Kalocsán egy nagy népi együttes volt, és most szeretnénk a mostani csoportokból egy nagyot megint csak létrehozni, ha tovább nem is, de a folklórfesztiválon egy föllépés erejéig mindenféleképpen. Itt még mindig nem érnek véget az ünnepi év programjai, készülnek még táncos találkozóval, fotókiállítással és egy különleges 50 évet összefoglaló filmválogatással is, mely összeállításához volt táncosok jelentkezését várják.